Sziasztok! Szeretném folytatni a lőszereket bemutató sorozatomat. Az elmúlt alkalommal 8x57 JS mutattam be számotokra. Most egy másik kaliberrel foglalkoznék, ami annyira hazánkban nem elterjedt, de az utóbbi időben gyakran keresik nálunk. Kecskés Robert vagyok a Cigner kertétől, és a 270-es Winchester kaliberről szeretnék pár gondolatot megosztani veletek. Ez a lőszer a Winchester cég által 1923-ban kifejlesztett típus, melyet a nagy közönségnek ugyancsak 1925-ben mutattak be. Az eredeti lőszer, amiből a 270-es Winchester származik, az a 3003-as lőszer volt. Egyébként ez az apja a .280-as Winchesternek, illetve a 30 06 os Springfieldnek is. Itt a .30-03-as lőszernek a hüvelyszáját tulajdonképpen a .277-es lövedékátmérőhez szűkítették le. Bár ez a kaliber nem volt azonnal sikeres, az elkövetkezendő évtizedekben, és különösen a második világháború utáni időszakban nagy népszerűségre tett aztán szert. Elsősorban a céllövészek, de a vadászok és sziluettlövészek körében is elterjedté vált, hiszen egy relatíve modern, gyors kalibernek lehetett mondani, mondjuk összehasonlítva a 30 os Springfieldhez képest. Mégis azt gondolom, hogy a 30 3006-os mellett elég nehéz helyzetben volt, hisz a 30 os helyzet 3006-os Springfield-del végigharcolták a második világháborút, a 270-es pedig semmilyen konfliktusban nem játszott szerepet, tehát soha nem volt semmilyen hadi tapasztalat vele, ezáltal befolyásolva volt az elterjedése is. Az évek során a 250-es Winchester egy nagyon népszerű lőszer lett aztán, amihez hozzátettek a nagy vadászírók is, mint Jack O'Connor, vagy Vélen. Az említett urak nagy előszeretettel használták ezt a kalibert, és nyilvánvalóan, amikor írnak egy ilyen kaliberről, ilyen neves írók, akkor az befolyásolja az eladásait is a lőszernek, illetve a hozzákészített puskáknak. A kaliber nagyon jó balisztikai teljesítményére a 30-as, 40-es években már felfigyeltek, és ehhez hozzájárult az is, hogy kifejlesztettek hozzá egy 100 grain, 6,5 g körüli hollow point, azaz üreges hegyű lövedéket, amelyel elég messze lehetett vele lőni, tehát az akkori, akkori viszonylatban ez egy, ez egy tényleg jó balisztikai teljesítményű lőszer volt. Azonban a nagyobb, teljesi, nagyobb testű vadfajokhoz, mint például a jávorszarvas, fejlesztettek ugyanakkor egy másik, 9,7 g, tehát 150 grain körüli lövedéket. Inkább ezt javasolta ezekhez a vadfajokhoz a gyártó. Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy általában a 270-es fegyvercsövek egy a tízes húzagemelkedésű csövek, ami adott esetben és a sebesség miatt is válogatják a lövedéktípusokat, tehát mindenképpen lényeges kipróbálni, milyen lövedék típus, milyen sebességű lőszer alkalmazható az adott fegyverünkben. Létezik más húzagemelkedésű változat is, ezt mindenképpen le kell tesztelni, hogy az adott emelkedéshez milyen lőszer a leginkább alkalmazható. Ennek a kalibernek a hátrányára írható, hogy a lövedék választéka, illetve a lőszerválasztéka az alul marad mondjuk a 30-06-oséhoz. 30. Mondjuk elsősorban ez Európára igaz, mert Amerikában sokkal szélesebb a választék benne. Azért 3-4 gyártó, mint a Hornady, az SB, illetve RVS, akár a Norma elérhető, elég jó típusokat kínál a termékportfóliójában. Azért azt meg lehet állapítani, hogy, hogy a 270-es Winchester még mindig egy nagyon jó együttese az elérhető ölőerőnek, a relatíve lapos röppájának, és a nagyon moderált visszarúgásnak, ami, ami, tényleg jellemzi a fegyvert. Erre természetesen bizonyíték, hogy láthatóan az elmúlt 90 évben elé, nagy elégedettséggel használták ezt a kalibert. Manapság kiemelkedő lőszerek ebben a, ebben a kaliberben, például a, a Noslernek az akubondja, amivel több gyártó is szereli a lőszerét, ilyen például a Winchester, ilyen például a Norma. Egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy a, a lőszer ballisztikája nagyon-nagyon hasonló egy, sőt majdnem azonos, egy 11,7 g-os 300 as Winchester Magnum balisztikájával. Nyilván torkolati energiában attól lényegesen elmarad. Itt Európában olyan forgótólózáras fegyvereket készítettek hozzá az elmúlt 30-40 évben, mint például a kezemben lévő spanyol Santa Barbara. Ebből a típusból egyébként elég sok került a magyar piacra, és még fe, felelhetőbb a piacon. Ez egy M98-as rendszerű fegyver, amelyet Spanyolországban gyártottak, és ebből a 270-es Winchester kaliberben több elérhető. Jelenleg több új fegyver is elérhető a piacon 270-es Winchester kaliberben, Ilyen például a Browningnak az X boltja, illetve az A boltja, de elérhető még 557-es CZ-ben. Hova lehet ajánlani ezt a kalibert? Mindenféleképpen inkább az alföldi területekre, ahol egy jobb balisztikájú, hosszabb lövésre képes, ám visszarúgásában lényegesen moderált kalibert szeretnénk választani. Remélem érdekesnek tartottátok ezt a videómat is. Ha igen, akkor kérlek küldjetek tovább barátaitoknak, ismerőseiteknek is, hát ha ők is tudnak értékes információt kapni belőle. Kérlek iratkozzatok föl a blogomra. Ebben az esetben első kézből kaptok információt egy újabb blogbejegyzésről. Illetve ha van valamilyen kommentetek, akkor vagy a blogbejegyzés végén, vagy pedig a Facebookon, vagy a YouTube-on kommentáljátok a videót. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok szép napot!